A szennyvízhálózatot önerőből nem tudná megvalósítani Kunszállás önkormányzata. Úgy tűnik azonban, hogy a közeljövőben a 2000 lélekszámnál kisebb települések számára is megnyílik a pályázati lehetőség. Erre felkészülve előkészítik a szükséges tervdokumentációkat. Nagyon optimálisnak tűnik az a megoldási javaslat, amit a Kiskunfélegyházi KEO beruházás, szennyvízes beruházás második lépcsőjében az aranyhegyi ágra való nyomócsöves rácsatlakozásra tudnánk kivitelezni. Voltak a településnek tanulmánytervei, amik már biztosították a koncepciót a képviselőtestület részére, hogy milyen módon lehetne megoldani. Ebben benne volt egy helyi tisztító telepes megoldás, de benne volt a félegyházi nyomócsöves megoldás. Is. Úgy néz ki, hogy költséghatékonysági szempontból ez a nyomócsöves megoldás lesz a befutó. A mostani tervezés már ebbe az irányba viszi el a projektet. A szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatos tervek ismertetése után az önkormányzat idei évi munkájáról, valamint a 2014-es fejlesztési tervekről számolt be a polgármester a közmeghallgatáson. Nem kell számítani ilyen hangulatnövelő kampányberuházásokra, már csak a kicsit tudatos költséghatékony gazdálkodásunknak köszönhetően sem, de azért, ha csak az önerős beruházások szintjén is, de elhangzott az egyszem, még nem aszfaltos utunknak a kiaszfaltozása, mint jövő évi feladat, elhangzott a kulturáltabb körülmények közé helyezendő piacnak a padozata és egy esővédő ideglenes tetőnek a megépítése, de elhangzott a jövő évi tervek között a sportöltöző, ifi öltözőinek a bővítése, befejezése is. A közmeghallgatáson megjelentek arra panaszkodtak, hogy az orvosi rendelőben az elmúlt időszakban megnőtt a várakozási idő. Dr. Kassa Beáta, aki nemrégiben vállalta a házi orvosi teendőket, ezzel kapcsolatosan elmondta, a praxis átvételét követően szeretné minden betegét alaposan megismerni. Ezért az első találkozásokkor mindenkivel alaposan elbeszélgetett, elvégezte az alapvető diagnosztikai vizsgálatokat, amelyek az egészségügyi állapot felméréséhez szükségesek. Egy-egy pácienssel töltött idő így hosszabbá vált. Ez az időszak lassan lezárul, és a házi orvoshoz forduló betegeknek napokon belül nem kell várakozni.